A Kárpátaljai Megyei Védelmi Tanács egyhangulag megszavazta a szombat éjjel 11 órától vasárnap hajnali 5 óráig tartó kijárási tilalom elrendelését a megye egész területére. Ez idő alatt tilos lesz az utcán tartózkodni. A döntés szükségessége a fennálló terrorveszélyből adódott, mivel ezen az éjszakán került volna sor a húsvéti jeledelek megáldására. Azt az egyházi vezetőkkel folytatott egyeztetés értelmében vasárnap reggel 5 órától fogják megtartani. Erről beszéltünk az egyházak képviselőivel, és egyetértésre jutottunk. Az istentiszteletek úgy lesznek megszervezve, hogy a pászka szentelések reggel 5 óra után kezdődjenek. Arra kérem a lakosságot, hogy legyenek megértéssel a helyzethez, mivel a mi elsődleges feladatunk, hogy garantáljuk a biztonságot a megyében. Nem tehetjük ki semmiféle fenyegetésnek a kárpátaljaiakat. Kérem, hogy tartsák be a kijárási tilalomra vonatkozó szabályt, amely mai éjjel kijevi idő szerint 11 órától veszi kezdetét. Reggel 5 óráig tilos az utcán maradni. Ebben az idősávban csak a rendvédelmi és ellenőrző szervek képviselői tartózkodhatnak az utcán. Ismételten kérek mindenkit, hogy legyenek megértéssel a döntéssel kapcsolatban. Ami a húsvéti ételek megáldását illeti, az egyházak papjai úgy fogják alakítani azt, hogy a pászka szentelés reggel 5 órától kezdődjön. Bohoslužiння буде проводити таким чином, що в 5 годин ранку розпочнеться освячення Пасок. A DIA alkalmazásban elérhető az állam lakáskompenzációs szolgáltatása. A programon keresztül már több mint 100 000 kárigény futott be. Kijev ígéretet tett rá, hogy minden egyes oroszok által lebombázott házat újjáépítenek. A digitális kárbejelentéseknek köszönhetően a szakértői csoport gyorsabban fel tudja mérni az ingatlant, és hamarabb elkezdődhetnek a helyreállítási munkálatok. A pénzügyminisztérium emlékeztetett arra, hogy a programban való jelentkezéshez a szolgáltatások menüpontban a sérült ingatlan fűrre kell kattintani, majd minden szükséges információt megadva kell elküldeni az igényt. A szolgáltatást az adminisztratív szolgáltatások nyújtásával foglalkozó központok munkatársai és közjegyzők is használhatják, akik a károsultak vagy megbízottjaik nevében kitölthetik és beküldhetik az igénylést. A háború kezdete óta már több mint 630 000 menekült érkezett Ukrajnából, a számuk napról napra növekszik, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György hangsúlyozta, a magyar állam segítséget nyújt az Ukrajnából érkezőknek, ez humanitárius feladat és uniós kötelezettség. Magyarország a Nyugat-Ukrajnában élőket is segíti egészségügyi eszközökkel, élelmiszerrel, ruházattal. A háború poklából valódi menekültek érkeznek, öregek, nők, gyerekek, őket Magyarország segíteni fogja, akárhányan jöjjenek is, fogalmazott Bakondi György. A Magyarországra érkező menekültek egy része tovább utazott a nyugati országokba. Azok, akik Magyarországon kérnek menekült státuszt, létfenntartási támogatásban részesülnek. Az állam a munkahelykeresésben is segíti a harcok elől menekülőket, mivel az ukrán-orosz béketárgyalások eddig nem hoztak eredményt, és a harcok intenzitása sem csökken, várhatóan a következő időszakban is sok belső ukrajnai menekült fog Magyarországra érkezni. Bucsába is eljutott az ökumenikus segélyszervezet segélyszállítmánya. Az élelmiszeren, higiéniai termékeken túl generátorokat is vittek a városba. Számolt be Lehel László, a segélyszervezet Zaporizsjából bejelentkező elnökigazgatója, a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában. Lehel László elmondta, a segélyszervezet régóta dolgozik Kárpátalján. A háború kitörése után pedig kiterjesztették tevékenységüket, most már 7 megyében dolgoznak. Elmondta, csütörtökön Bucsán, Irpinyben, Borogyankán jártak, és mindenhol nagy szeretettel fogadták őket. Hozzátette, 24 tonna segélyszállítmányt vittek Bucsába, ahol kis lépésekkel megindult az újjáépítés. A segélyszervezet emellett kiterjesztette tevékenységét a déli területekre is. Mariupolhoz egészen közel is elkezdték a segélyosztást. 24 tonnát vittünk az előbb említett Bucsára,
ahol most már elindul nagyon-nagyon pici léptekkel az újjáépítés, ezt most idézőjelben mondtam, az újjáépítést, mert a boltok nincsenek nyitva, a bank nem működik, az embereknek töredékkel tartózkodik, az 50 000-es lakos közül talán olyan 4-6 000 az, aki jelenleg ott él, és próbálja újra gondolni az életét, és azt látjuk, hogy erre a segítségnyújtásra nagy szükség van. Többek között vittünk generátorokat, hogy be lehessen indítani egy-egy területen az áramot, vagy hogy a vízellátáshoz ugye kell az áram, de a rendszer még messze nem áll olyan állapotban, hogy azt helyre tudják hozni egy-két napon belül, tehát erre is szükség volt. És aztán a munkát kiterjesztettük a déli területekre is, és egészen közel Mariupolhoz is elkezdtük a segélynek az osztását.